Egy különleges útról és a közben szerzett élményekről tartott beszámolót a Balatonkenesei könyvtárban Sándor Anikó. A korábbi sikeres újságíró, rádiós riporter egy nap azt érezte, hiába ért el sokat, valami hiányzik az életéből. Ekkor határozott úgy, hogy végigjárja a 800 kilométeres spanyolországi zarándokutat, az El camino -t. 40 nap történéseit, élményeit írta meg az Út Hazavíz című könyvében. A napokban pedig megjelent a történetek következményeiről szóló második kötet. Az első úton olyan különleges dolgok történtek, és olyan különleges helyzetekbe kerültem, hogy egyszer csak ez a könyv így elkezdte írni saját magát. Aztán, amikor könyv született belőle, és megjelent, és minden várakozáson fölüli volt legnagyobb meglepetésemre a fogadtatása, akkor elkezdték kérdezgetni az emberek, hogy jó, de mi történt utána, mit hozott a kaminó, beváltotta el hozzá, fűzött reményeket, vagy ez is csak egy illúzió. És akkor eleinte úgy egyenként elkezdtem válaszolgatni a kérdésekre, majd rájöttem, hogy tulajdonképpen ez megér egy újabb misét, hogy úgy mondjam, és akkor megértem a második kötetet. Az íróolvasó találkozót és élménybeszámolót egy uniós pályázat részeként valósíthatta meg a könyvtár. A közművelődési intézmény 17,5 millió forintot nyert el ilyen és ehhez hasonló rendezvényekre. Ez a megnyert pályázat most lehetőséget biztosít arra, hogy író találkozókat, gyerekeknek, felnőtteknek alkalmas programokat, rendezvényeket hozzunk ide, illetve iskolás gyerekeknek, óvodás gyermekeknek különböző interaktív rendkívüli irodalomórákat, rendkívüli óvodás foglalkozásokat tarthatunk itt a könyvtárban. A Kenesei Könyvtár több mint egy évtizede, mióta a mostani épületbe költözhetett, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy rendezvényekkel népszerűsítse az irodalmat, az olvasást és általában a kultúrát. A most elkezdett sorozat a pályázatnak köszönhetően még nagyobb lendületet, a korábbinál több anyagi forrást kap.